Amikor a Buddha tanított annak idején, ugyanazokkal a normális emberekkel találkozott, mint manapság. Egyszerűen ők olyanok voltak, akiknek rengeteg kapacitásuk, rengeteg lehetőségük volt, azonban mindez mélyen volt, és az volt a cél, hogy mindezt képes legyen a felszínre hozni. Azok a tanítások, amelyet a legutolsó embercsoportnak adott, azt úgy nevezzük, hogy gyémántú tanítások. Ez valami olyan, ahol a megvilágosodás állapota önmaga kerül megmutatásra, és ez csupán azért ismerhető fel, azért tapasztalható kívül a Buddha segítségén keresztül, mivel mi magunk is rendelkezünk ebben az állapottal belül. Azt is gondoljuk, hogy ahhoz, hogy valami ténylegesen igaz legyen, minden időben és minden helyen igaznak kell lennie, olyan kell legyen, mint a tér, ami minden időben és minden helyen pontosan így jelen is van, tehát mindent átható. Buddha azon tanítványainak adta ezeket a tanításokat 2450 évvel ezelőtt, akik hasonlóan tudtak gondolkodni, akik számára meg lehetett mutatni a tudat természetét. Igazából a tudat három nagy erején keresztül ismerheti fel önmagát, ezek közül az első a tudatosság, ahol a tudatosság által képes a tudat felismerni saját lényegét vagy saját természetét. Aztán a második út, ahol bizonyos, ez úgy nevezik, hogy energiaút, itt úgynevezett mély légzésen keresztül képes az ember olyan gyönyörrel teli állapotot létrehozni, ami túlmutat vagy meghaladja a személyes szintet. És a harmadik út közül a legutolsó, amit úgy neveznek, hogy az azonosulás útja, ahol a tudat természetével való azonosuláson keresztül nyer felismerést maga a tudat természete. Természetesen ahhoz, hogy mindez működni tudjon, oly módon kell élni, hogy az ember ne kerüljön bajba, hiszen ekkor jön létre az az állapot, ahol elég szabad energiája lesz arra, hogy mindevvel dolgozni tudjon. A második dolog az, hogy másokra is gondolni kell, hogy mindenkinek a keze, a kis mancsa a hátunkon legyen, és azt fejezze ebben ki, hogy gyorsan érd el a megvilágosodást, és segíts nekünk is, tehát az együttérzésnek is nagy szerepe van. Az ember kell, hogy rendelkezzen avval a hajlandósággal, hogy a világot ne valósnak, ne szilárdnak tapasztalja, hanem mindent úgy fogjon és föl, és úgy érzékeljen, mint egyfajta álmot, ami állandó változás alatt van. Erre az alapra épülhet rá a gyémántud gyakorlása. Csupán Európában ténylegesen 480 ilyen gyémántud központ van, és ami egyedi az az, hogy mi módszereket adunk, és így módon kielégítjük az emberek azon igényét, hogy tapasztalni szeretnének. Tehát a módszerek azok közvetlen tapasztalást hoznak létre, hiszen úgy tűnik Európában az embereknek nem elég csupán a hit, ezzel nem lesznek elégedettek, hanem tapasztalni akarnak. Azt is észrevették az emberek, hogy minél fejlettebbé válik a tudomány, annál jobban visszaigazolja a Buddha azon tanításait, amely 2500 évvel ezelőtt került megadásra, legyen az akár az atom, fizika, vagy ez ilyen hasonló, vagy ezzel kapcsolatos tudományok, vagy asztronómia. Amikor a tanítások és a tudománynak az eredménye találkozik egymással, és fedi egymást, akkor ténylegesen azt gondolják, hogy itt tényleg van valami, és ez bizalmat ad nekik. A legfőbb erőnk azonban valami olyan, ami nagyon érdekes vagy vicces. Ez pedig egyszerűen annyit jelent, hogy bízunk az emberekben, bízunk a Buddha természetükben, és a igaz lényegük vagy igaz természetük az, amire a hangsúlyt helyezzük.
úgyhogy nem úgy viselkedünk velük, mint egy apa vagy egy anya, hanem egyszerűen módszereket adunk nekik, és egyszerűen csak örülünk neki, hogy fejlődnek ezek által. Amikor 950 évvel ezelőtt Tibetben másodszorra megérkeztek a tanítások, akkor valami hasonló dolog történt, mint ami most nálunk. Ez pedig az lenne, hogy lefordítottuk a szövegeket, a gyakorlatokat, az emberek nem csak mormolnak valamit egy idegen, távoli nyelven, hanem a saját alanyelvükön képesek használni a tanításokat és a gyakorlatokat. Úgyhogy maguk a tanítások nagyon jók, és hogyha az emberek képesek olvasni, és a saját nyelvükön találkozni mindenvel, akkor ez nagyon hatékony. You know, so if people can read and know what they're saying, they like that.